Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket a Monitor konyhájába. Egy barna sörös, rozsos kenyeret fogunk ma sütni. Elkészítem a tésztáját a barna sörös rozs kenyérnek, barna sör. Belemorzsolom az élesztőt. Csak annyira kell összekeverni, hogy az élesztő feloldódjon a sörben. Ide készítettem a liszteket és a sót. Egybe beleöntöm, összekeverem. Annyira kell csak összekeverni, hogy a liszt összeálljon. Lefedem, félreteszem a konyhapultra és hagyom 8-10 órát állni. Megkelt a tészta, belisztezem a nyújtólapot és arra kiszedem a tésztát. Tetejét is meglisztezem. Egy kicsit kilapítom és formára hajtogatom. Visszahajtom még egyszer. Megformáztam, sütőpapírra fogom tenni, letakarom, és hagyom pihenni 20-30 percet, közben előmelegítem a sütőt 250 fokra.